Hát egészen a 13. században vissza kell utaznunk, hogyha a vár kezdetét szeretnénk megismerni. És a Fried család tagjai 5 generáción keresztül építették ki Simontornyán a bőrgyárat. Fried Salamon volt az, aki ide érkezett 1758-ban, helyesebben 1870-ben. Megtaláltam az igazán megfelelő hivatásnak is mondhatom a bőrművességet, amivel foglalkozom. Simon tornya nevét arról a lakótoronyról kapta, amelyet Salamon fia Simon itt épített 1272 körül, ami később erősséggé végvárrá fejlődött. Közel 200 év alatt mégiscsak a mocsarak között eldugott kis várkastély szerepét töltötte be, még nem Buzlai Mózes királyi főudvarmester 1509-ben alapjaiból építette újjá a várat. A falak mindenkorról tanúskodnak és őrzik az itt élőknek történeteit valamilyen formában. Az 1270-es években épült meg az első vár, a Simon vára, gyakorlatilag a település is, ugye a Simon tornya név innen ered. A Simon tornya az északkeleti sarkon állt itt mellettünk, magasodott valaha, és egy egyszerű lakótorony és egy négyszögletű vár udvar volt valaha. A következő században épült meg ez a palottaszárny itt mellettünk, akkor már a lackfiak voltak a birtokban, és a lackfiak idején ugye bővült a lakórész, a lakótoronyhoz egy palottaszárnyat toldottak. Majd a kanizsaiak kapják meg a várat, a kanizsaiakkal Ozorai Pipó birtokcsere útján ugye megszerzi Simon tornyát, és haláláig az övé is volt Simon tornya. Majd a 15. században a Garai család birtokolta hosszabb ideig, akkor egy nagyobb átalakuláson ment át a vár, hiszen a lakótorony már lebontásra került, illetve egy körítőfallal, egy védőgyűrűvel körbevették a várat, és innen az északi oldalról délre került a bejárat. A fénykorát viszont a vár a reneszánsz korban élte. 1502-től 9-ig építették át reneszánsz várkastélya a Simontornyai várat. Gergely Laki Buzlai Mózes kapta meg a birtokot, Mátyás diplomatája volt, utána Ulászló királynak is főajtónálója, tehát hatalmas, úrnagy, vagyonnal. És hát mivel sokat utazott, ezért az itáliai divatot hamar megismerte, és ezt az egyszerű várat itáliai reneszánsz stílusba átépítette. A reneszánsz fénykor után jött a török. A maroknyi várvédőknek esélyük sem volt, így a törökök elfoglalták a várat és lakták is 150 évig. A várnak nincsen olyan része, melyet a törökök építettek volna hozzá, gyakorlatilag megőrizték olyannak, ahogyan elbitorolták. A török időszak után 1700 környékén kapja meg, vagy veszi meg a várat egy Stirum-Limburg nevű család, holland németek voltak ők, és mivel a kurucok már akkor szervezkedtek elég erőteljesen, ezért erődítményé építették át a várat. Ez azt jelentette, hogy körbe megvastagították a falakat, lőrések készítették az ablakokat, támfalat építettek a keleti homlokzat elé. Gyakorlatilag gyorsan kellett az építőanyag, a helyben talált kövek, téglák mind beépítésre kerültek, kandalókat, lodzsákat szétverték. A reneszánsz mészkőfaragványokat, amivel ugye díszítették a fénykorban a várat, azt kiégették. Egy szó mint száz, megerősítették a várat és lepusztították a szépségét. Viszont 1705. november 11-én Vakbutyán így is bejutott a várba. Innen irányította a dunántúli hadjáratokat, kedvenc tartózkodási helye volt a legenda szerint a Simontornyai vár. És hát itt az északi rész azért maradt ilyen romos állapotban meg, mert ebben az időszakban komoly ostromokat kellett kiállni a várnak.
A Stirum Limburgok aztán kiköltöztek a várból, amit magtárra alakítottak. Ezután a várat használták, még később raktárként is, de szükséglakásként is. Az ódon és sokat átélt erődítménynek olyan gazdája ezután nem volt, aki gondját is viselhette volna. 1960-as években kezdték el aztán feltárni, kutatni, és 1975-ben aztán mint vármúzeumot átadták, és azóta fogadjuk a látogatókat. Így lehet, hogy most mi is átléphetünk olyan küszöböket, ahol valamikor második Ulászló is sétálgatott vendégként. Jöjjenek, elmerülünk a történelem forgatagában. Ezek a kályhacsempék azért érdekesek. Egyrészt azért, mert tudjuk, hogy cserépkályhával is fűtöttek a megtalált kandallók mellett. Másrészt ugye ez a belső cserép, ez a budai várból való, míg a másik kettő Simontornyáról. És hogyha így megnézzük, a hasonlóság vitathatatlan. És jól mutatja, hogy a budai mesterek, akik befejezték az építkezést a budai várban, azokat megfogadták a simontornyai várgazdák, és itt folytathatták a munkát. Nem csak a kályhásokra vonatkozott ez természetesen. Ezek még szerintem a garaiak idejében voltak ezek a cserépkályhák. Most a kőtárban vagyunk, egyébként itt állt hajdan a Simon tornya, ahol most tartózkodunk, tehát itt magasodott, itt mellettünk volt a kapubejáró, itt lehetett a várudvarba bejönni. A reneszánszkorban itt volt a vár kápolna, Buzlai Mózes részére, ugye egy nagyon vallásos nagyúr volt, ide telepítette akkor a dominikánus rendet, majd a török időszakban menekültek el innen. Aztán utána jöttek a ferencesek, mert hát ugye a ferences rendház, ami most itt látszik a barokk templom mellett, ugye ezek már a visszatérítéssel foglalkoztak itt a katolikus hitre. A reneszánsz kori simontornyai várat ábrázolja ez a makett. Ugye az 1502-9-ig történő építkezés során hát építették ilyen reneszánszá a simontornyai várat. Érdekes egyébként így elgondolni, hogy mondjuk ezen a küszöbön így most átléptünk, ez 1300-as években épült ez a palotaszán, és hát itt az ajtókeret meg a küszöb az eredeti. És ki mindenki léphetett, tehát ugye az előbb nem említettem, de ugye Mátyás is megörökölt ezt a várat, miután a garaiak utód nélkül haltak ki. És Mátyás után, majd Mátyás egyből a feleségének Beatrixnek ajándékozta. Tehát Beatrix királyné volt a simontornyai vár. Ugyan nem lakott itt, de biztos, hogy járt itt, hiszen levelezés maradt fenn utána, ami a vár ügyeiben folytatott. De hajdanában trombitorlást is szőttek-e falak tanúsága mellett? Mátyás nagybátyja Szilágyi Mihály, Újlaki Miklós és a vár gazdája a Garai László egy összeesküvést folytattak Mátyással szemben, és ezt a kis paktumot, ezt itt írták a falak között alá. Ez az időszaki kiállítóterem, ez a kettő, és itt az ajtókeretre mindig föl szoktam hívni a figyelmet, mert ilyen haragványok voltak szerte a várba, amik ugye a 18. század elején elpusztultak, ezeket égették ki. A Buzlai torony emeletén vagyunk, a reneszánsz épület részben, és itt a két helyiségben időszaki kiállításokat szoktunk rendezni, egy évben 3-4 alkalommal új kiállítást rakunk föl. Jelen pillanatban egy fotókiállítást lehet látni, Jene Sándor készítette ezeket a fotókat. Szerte az országban, ugye, ahol vár létezik, ott várjátékokat is rendeznek. Nálunk Simontornyán május 12-én volt, és van nekünk is egy olyan kis hagyományőrző csoportunk, történeti hagyományőrzők, de igazából várvédők a hivatalos titulusuk, és ezek a várvédők hát mennek a különböző várjátékokra, illetve hát itt helyben májusban ugye egy nagyszabású rendezvényt, mondhatom azt, hogy most már nagyon sokakat vonzó rendezvényt szoktunk hát létrehozni. És a kiállítás képein olyan csatajelenetek, olyan portrék, csoportképek láthatók, amik ezeken a várjátékokon készültek. Itt található egy gyönyörű intarziával díszített reneszánsz ülőpad,
És hát ezek a bútorok, ez is meg a kinti teremben, ez a két főúri bútor mutatja, hogy hajdanán ilyenekkel voltak berendezve a főúri lakrészek. Bár ezek nem a Simon tornyai várnak a tartozékai voltak, de korszakát, tehát a stílusát tekintve teljesen beilleszkedik ebbe a közegbe, és valószínűleg itt is ilyenek voltak. Hát itt van a Magyarország legszebb reneszánsz kandallója, itt a Simon tornyai várfalak között, rajta a Buzlai címer, ugye a reneszánsz várfalak a címere, sárkány ugye a címerpas körül, hiszen a sárkányos lovagrendnek volt a tagja. Ez a kandalló ma is teljesen működő, képes ebben a légterelő, a kémény teljesen épp, ugye, hogyha nem padlóval lenne borítva a terem, akkor akár tüzet is rakhatnánk benne. Ez a palota szárny első emelete, tehát a 14. században épült ez a palota szárny. Ez a fal, ahol az ablakok vannak, az a 13. századi, még a Simon vár udvarának a keleti fala. Ott fölül azok a lőrések, azok 13. századi lőrések. A palota szárnyban a korabeli hangulat véget portréfestmények vannak, az ábrázolt nemesek és úrhölgyek azonban nem kötődnek a Simon tornyai várhoz, kordokumentumként viszont pazarul megállják helyüket, és ez is volt a célja a berendezést kialakítóknak. És haladunk is tovább a számomra egyik legizgalmasabb részéhez a várnak, ez pedig a lodzsa. Ként, hogyha megnézzük a falat, akkor mindenféle korszaknak a nyomait lehet látni. Fönn vannak a magtárablakok, 18. százada. Ikerablakok az 1300-as évek. Az ajtónyílás az pedig a reneszánsz korba bevezetett a palotaszárnyba, mert most, ahol az előbb voltunk, az három egymásban nyíló helyiség volt. Nem úgy, mint ma. Tehát itt érdekes, hogy minden kis részlet valamit jelent. Ez a kilátás a második emeleti lodzsáról, és hát ez mutatja, hogy a fénykorban a palotaszárny is egy emelettel magasabb volt, mint ma, hiszen ez a lodzsa ugye végigfutott a palotaszárny oldalán, rákanyarodott ott az északi épületrészre, tehát ezt így kell valahogy elképzelni. Magasan vagyunk, de még közel sem utunk végén. A lodzsáról belépve vár még ránk egy hálóterem. Buzlai Mózesné talán ide vonult vissza, mikor megfáradt férje ország alakító barátainak megvendégelésében. A második emeletén vagyunk a Buzlai toronynak, tehát egy reneszánsz toronyban vagyunk, és hát itt Bazsonyi aranyfestőnőnek a képeit lehet megtekinteni. Miután megtekintettük a képeket, én a kandallóra hívnám fel a figyelmet. Egy egészen más stílusú kandalló, mint amit egy emelettel lejjebb láttunk. Viszont itt meg tudom mutatni, hogy ezek a kövek, ezek a sötét foltok az eredeti kövei a kandallónak, és ezeket a köveket a ablak mélyedésből szedték elő ugye a falkutatás során, és hát el lehet gondolni, hogy ezek a kövek 200 évenként máshol voltak. Hiszen 1500-as években ide foragták őket, majd az 1700-as években összetörték, befalaszták őket, majd az 1970-es években meg megtalálták és visszaépítették ide. Itt az ódon falak között járkálva az embernek nagyon könnyen, pláne egy nőnek, nagyon könnyen meglódul a fantáziája, és én is rettentő hamar beleképzeltem magam például Buzlai Mózesné szerepébe, a vár úrnőjeként, ahogy diplomata férjemet várom haza az itáliai kiküldetésből, hogy aztán megérkezvén csókot adjak neki, sült kappannal és szarvas sülttel várjam, és természetesen, hogy kicsomagoljam férjem csomagját, amiben ott tornyosulnak az itáliai sej, meg bársonyok, bíborok, hogy aztán abba felöltözhessem, hogy méltóképpen fogadjam a vár vendégeit. Búcsút intünk a történelmi épületnek, vár ránk egy másik, a Stirum Limburgok által épített barokk ház az út másik oldalán. Épület pedig, ami előtt állunk, az az alapítvány összes kiállítását tartalmazza. 1749-ben építette Stirum Károly családi háznak, most az önkormányzat tulajdona, az alapítvány tulajdonképpen használatra kapta meg, és hát nagyon boldogok vagyunk tőle, mert itt az összes helytörténeti gyűjteményt el tudjuk helyezni.
és fáj a szívünk, hogy nincs időnk bemutatni azt a gazdag anyagot, amit megtekinthetnek a helytörténeti házban. Egy fontos család mellett viszont, ha Simon tornyáról beszélünk, semmiképpen nem mehetünk el. A város a Fried családnak köszönhette több mint 200 éves bőriparát, munkájuk nyomán a mezőgazdasági település meghatározó ipari centrummá vált a 20. század első harmadára. A Fried emlékkiállításban vagyunk, nagyon kedvelem ezt a kiállítást, ugyanis a Fried család tagjai 5 generáción keresztül építették ki Simontornyán a bőrgyárat. Fried Salamon volt az, aki ide érkezett 1758-ban, helyesebben 1870-ben, és az ő leszármazottai tették aztán manufaktúrává, üzemmé, majd végül gyárrá, világhírű gyárrá a simontornyai bőrgyárat. Nagyon-nagyon fontos, hogy 1936-ban itt a bőrgyári dolgozók gyerekeinek bölcsödét üzemeltettek, ami országszerte is ritkaság volt. Felépítették azt a kultúrházat, amit a mai napig használunk 1930-ban. Nagyon fontos dolog, hogy ahogyan gazdagodott a család, ahogyan egyre több pénzt tudtak hasznosítani egyéb célokra, úgy támogatták mind a katolikus egyházat, a katolikus iskolát, a református iskolát, úgyhogy egészen különleges szerepet töltöttek be a városba. Hát azt tudni kell, hogy a Fried család a zsidó származása miatt, annak ellenére, hogy nagyon asszimilálódott, átért a katolikus vallásra, annak ellenére Auschwitzban kötött ki, és bizony a szegény gyerekek nagyszülőkkel együtt ott lelték a halálát. A bőrgyár meghatározta az itt lakók életét, ugyan a bőrgyárat a Fried család elhurcolása után bezárták, a bőrművesség virágzik, és országos hírnevet adott a városnak könyvné Szabó Éva, népi iparművész, munkájának köszönhetően, ami egyébként a megyei értéktárba is bekerült. 70-ben kezdtem, mint ipari tanú, én végzett tímár vagyok, és azóta gyakorlatilag a bőrrel foglalkozom. A szerencse, vagy talán a sok viszontagság után úgy gondolom, hogy megtaláltam az igazán megfelelő hivatásnak is mondhatom a bőrművességet, amivel foglalkozom. Tulajdonképpen a népi hagyományos fűzések, vonásokat ültetem át a mai kornak megfelelő viseletekbe, és nagyon szeretem csinálni, és a szeretet az szerintem meglátszik a munkáimban is, mert másoknak is tetszik. A pásztor készségeknél alkalmazzák a pillangókat, és én is ilyen fajta záródásokkal oldottam meg ezt a kis táskámat, és a zsűrizéseknél azért ezt mindig szokták értékelni. Itt van egy 4-es gömbölyű fonás, itt van egy bőrgomb, és pillangóval záródik. Ha ezt kinyitjuk, ez teljesen bőrből van, tehát ezen semmi fém nincs, mert régen is így volt, ha pásztoroknak nem dúskáltak a különböző kiegészítőkbe, csatokba, ilyesmikben, nagy-nagy kincs volt nekik egy-egy csat, és megoldották bőrrel az egészet. És én is igyekszem ezeket a mai kornak megfelelően alkalmazni. Simon tornyáról és a városban rejlő megyei értékekből csupán ízelítőt tudtunk adni ma önöknek, de nem is volt célunk mindent felvonultatni, hiszen akkor mi maradna a karandor léleknek és felfedezni vágyó szellemnek? Ismerjék meg Simon tornyát önök is, megint egy más, a saját látásmódjukból.